Kedves Laci, tudjuk, hogy a darab a te rendezésed. A könyvet olvastuk, a darabot láttuk. Láttuk, ahogyan Anna megformálta, és olvastuk azt, ahogyan a kedves Mária megélte ezt. Hol vagy te a történetben? Mennyire sikerült megvalósítani azt, amit te szerettél volna átadni? Hát az egész történet az közel 17 éve kezdődött, amikor a kezembe került ez a könyv. Ezt a könyvet én egy pár ilyen metró megálló alatt elolvastam, ott bőgtem, sírtam, mindenki nézett rám, hogy mi van ebben a pacákkal, mi történt vele, pedig csak a könyv olyan hatással volt rám, hogy megszületett az a gondolat, hogy ebből egy darabot kell csinálni. Amúgy is akkor kezdtem el színházi rendezéssel foglalkozni, legalábbis a gondolattal, és ezt a jó Isten ez hozta nekem ezt az egész könyvet, ezt a lehetőséget. Én csak éltem bele. Van egy ilyen színházi közmondás, hogy végy egy jó írót, végy egy jó színészt, és végy egy olyan rendezőt, aki a kettőt nem rontja el. És én ennyi volt a feladatom. Sárdi Mária története ez. Az volt a cél, hogy egészében átadd azt, ami történt, vagy kiegészítetted a magad érzésvilágával, szemléletével is vegyítve adtad ezt a színpadra. Hegedűs Lóránt református püspök úr mondta ezt nekünk, amikor nála tanultam, hogy Istent nem kitalálni kell, hanem megtalálni. Tehát a kérdésben nekem nem kitalálni kellett Sárdi Máriának a érzésvilágát, hanem meglátni, megtalálni benne azt az általános és egyedit. Ezért mondta előbb, vagy nem tudom, hogy a riportban, vagy a Kaddis után, a Rosenfeld Dániel Imre barátom, hogy itt egy személyben, egy kislányon keresztül, egy kislány történetén, tragédiáján keresztül próbáltuk megmutatni, előadni a mai generációknak a 600 ezer magyar és a 6 millió zsidónak a tragédiáját. A kereszténységre hivatkoztál, most egy keresztény intézményben vagyunk, de korábban találkoztunk egy olyan intézményben, ahol mindenki kipavolt úgy, mint most rajtad. Ma viszont senkin sincsen. Rajtad miért? Hát ugye én a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója voltam hosszú-hosszú éveken keresztül, tehát én itt otthon érzem magamat. Egyébként a kérdésedre konkrétan a válasz az az, hogy a mostani Izrael-Palesztin konfliktus okán van rajtam a kipa, mert az a tragédia, amely Izraelben történt, az az embertelenség, amely holokauszt óta nem történt meg, és nem is hittük volna, hogy ez elő fog fordulni, előfordulhat egyáltalán. Ez megdöbbentett engem, a keresztényeket, Magyarországot, a jobb érzésű embereket, a nemzeteket, és tulajdonképpen ezzel jelzem a zsidóság, a zsidó emberek mellett való kiállásomat. Keresztényként éled az életedet? Igyekszem Jézus útját járni. De mégis kezet nyújtasz a zsidóságnak, ugyanaz a gyökér, de a zsidóság nem vallja Jézus Krisztust. Hogyan érintesz téged? Hát ugye Pál úgy mondja, hogy Krisztusban egyek vagyunk, ezt ki tudjuk úgy bővíteni, hogy Istenben egyek vagyunk. Törekszel arra, hogy a Jézus hitedet azt továbbad a zsidóságnak, vagy pedig nem célod ez, hogy meg akarod őket hagyni abban, amiben élnek, és egyszerűen csak alkalmazkodni hozzájuk? Hát igazából egyiket sem, és mindegyiket. Elmondom, hogy miért. Mert Isten ege alatt minden ember egyforma. Ők úgy mondják, ugye, hogy az örökké valami úgy mondjuk, hogy Isten. Mi, amikor Isten megteremtette az embert, akkor kaptunk egy isteni szikrát, azt úgy hívjuk, hogy lélek, lelket lehele belé. Az élettelen anyagból élő anyagot, tehát bele leheli a lelkét, tehát az anyag mellé tesz minőséget, tehát az anyag kap értelmet és kap lelket. És mint tudjuk, az anyag önmagában értelmetlen. Az csak akkor van értelme, hogyha lélekkel és értelemmel rendelkezik. Ezt a mindenkori ember ezt megkapta. És most mindegy, hogy buddhizmusról beszélek, keresztényekről beszélek, aminek van ezer válfaja. A zsidóságról ott is nagyon sok, a neológtól kezdve a haszidokig, az ortodoxoktól a neológig, ott is nagyon-nagyon sok irányzat van. A keleti vallásokról nem is beszéltem. De ha megnézzük az összes nagy-nagy világvallásnak a kérugmáját, tehát az ős gyökerét, akkor abban az ugyanaz minden vallásban. Az, hogy szeresd a fele barátodat, az, hogy ne pusztítsd a fele barátodat, ne pusztítsd önmagadat, ne pusztítsd a természetet. Egyszerűen élj az Isten által adott lehetőségekkel.
És amit én is egyébként fiatalon, nagyon-nagyon sok zsidó származású tanárom volt, és nagyon-nagyon sok zsidó barátom volt. Tehát én egészen fiatalon, igazából akkor még nem voltam keresztény, én zsidó emberektől kaptam, zsidó emberek segítettek rajtam. Amikor már keresztényé váltam, és igyekszek Krisztus útján járni, ez kb. 20 éve van, mindazt, amit tanultam, emberséget, minőséget, értéket. Azt én mindegy, hogy zsidó, keresztény, vagy éppen hottentotta, idézőjelben, azt én igyekszem átadni, és mint tanárként, mint pedagógusként, meg ez is a kötelességem.